Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás január 5-én. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Ezt most megnézzük ennél a jóslásnál. Ezen a képen láthatunk egy lovas hintót. Itt mozognak az események, neki ez a terve, hogy minden úgy előre haladjon. De kell egy irány. Ez a fehér ló segít, mert előre viszi az eseményeket, a fekete ló visszatekint, ez a múltat jelképezi, meg a félelmeket is, ez olyan, mint egy fék, lefékezi az eseményeket. Neki most kell egy új irány, egy új lehetőség. Ez a kártya mutathat utazásokat, vagy külföldi kapcsolatokat, változásokat, gyakran egy költözést is. Most megtekintjük azt, hogy milyenek az érzelmei. Mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Ő fogva érzi magát. Ez jelenthet egy párkapcsolatot, ahonnan ő ki szeretne lépni, vagy munkahelyi nehézségeket. A kártyáknak szimbolikus jelentése van. Itt a képen egy hölgyet látunk, de ez jelentheti az ő tartását is. Körülötte minden olyan szomorú, és nem tudja hogyan tovább, mert olyan feszítve érzi magát. Ez kivált nála félelmeket is. És a következő kártya azt fogja mutatni, hogy mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. Ezen a képen a nap látható. Az ő kisugárzása, a fellépése, minden olyan gyönyörű, mutatja, hogy mennyire magabiztos, de mi láttuk, hogy neki félelmei vannak, erről ő nem fog beszélni. Ez a kártya a nap jelent még valamit, az igazságot, kiderül az igazság, vagy világosan látni valamit, tisztázni a dolgokat. Amit ő eltitkol, azok az ő érzelmei, ami őt így fogva tartja. Most megtekintjük azt, hogy mi a napi energia. A napi energia, ez a kártya közöl valamit, mégpedig egy új kezdetet. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, viszont megvan arra lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást álnéven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!